plusz feladatként járták végig a Tatabányai Bányász Tánc Együttes tagjai a városiskoláit, hogy a diákok körében kedvet csináljanak a tánc tanuláshoz. Az Árpád gimnáziumban a tornaterem volt a helyszíne a rögtönzött tánc toborzónak. Szeretnénk, ha minél több gyerek jönne, meg kipróbálná, hogy milyen a magyar néptánc, és ha be is állna közénk, hát álmaink ne továbbja lenne. Ez egy nehéz műfaj, ehhez hosszú évek kellenek, mire egy gyerek ilyen szintre eljut, az olyan 7-8 évbe beletelik. Sajnos egyre jobban le vannak terhelve a gyerekek, egyre több a tanulnivalójuk, de azt gondolom, hogy ezt már az ókori görögök is tudták, hogy a mozgás, a testedzés legalább olyan fontos, mint az elmének a pallérozása. Persze az lenne a legjobb, ha minél kisebb korban elkezdenének táncolni a gyerekek. Az a tapasztalat, hogy valaki minél fiatalabb korában kerül be, annál inkább megmarad és felnő közöttünk, és jön az utánpótlás csoportokba. Ha válogatni lehetne, nyilván a jó hallású, jó ritmusérzékű gyerekeknek szól, de mindenki fejleszthető, és ez nagyon fontos része is. Fejleszti a tanulási képességeket, segít mindenféle egyéb képesség kialakításában. Hát én szeretek úgymond táncolni, szóval én ezt nem úgy érzem, hogy elveszi a szabadidőmből. Ugyanez van velem is. Hát miután hazajövök, meg más napokon is szoktam tanulni. Én is, tehát amikor nincs tánc, akkor tanulok én is. Jó, én nagyon szeretem. Az a kisebbik csoportban nem volt ilyen jó, és itt most szeretek táncolni úgy jobban. Hát nekem úgy van, hogy én egy kicsit megijedek a nagyobbaktól, de már próbálom elviselni, hogy ők is nagyobbak, meg minden. Hát ilyen 300 körüli gyereket is tudnánk fogadni, de hát ennél jóval kisebb számokról beszélünk. Nagyon sok helyen ott vannak a csoportjaink a városban, ott vagyunk az Agórában, ott van a középső csoportunk a Pintyőke, ők ilyen harmadik, negyedikes korosztály, ott vagyunk a Puskin műfázban, változás volt, úgyhogy még én is keverem az időpontokat, kecsütörtöki napon, tehát a picikék, ők vannak fél öttől hatig, a Jászaiban van a Cinege táncegyüttes, ők is kecsütörtöki napokon szintén fél öttől hatig, és ott vagyunk a Váci iskolában, valamint ha valahol nagyobb létszám összejönne bármelyik iskolában, ott tudunk lenni. Elsősorban a város közönségének nagyon szívesen mutatunk be műsorokat, a szülőknek, akik támogatnak bennünket, idehozzák a gyerekeiket, de ugyanígy nemzetközi szereplések is előfordulnak, valamint országos fesztiválok, tehát bárhol, azért rengeteg hely van, ahol megmutathatjuk magunkat.